Az Autodesk Madbox a zébráshoz hasonlóan virtuális, azaz digitális szobrászathoz használható. Ez is rengeteg számítógépes játék és filmhez használt szoftver, és itt például láthatunk mindjárt egy mintát egy híres játékból, az Uncharted sorozatból a szereplők, akiknek szintén a modelljei mind Madboxban készültek. Ez megint az ibráshoz hasonlóan nem csak szobrászathoz, hanem a textúrák alkalmazásához is használható, és további előny itt, hogy ez a szoftver teljesen beleépül, az Autodesk többi termékének a munkafolyamatába. Tehát itt is láthatóak példák, ahol a 3D Studio Max vagy a Maya alkalmazással együtt, hogy a alakul maga a munkafolyamat. Tehát a Madbox szerves része ennek a munkafolyamatnak. És itt van egy-két minta szintén, és uh, okok, hogy miért a Madboxot érdemes választani erre a feladatra. De közben azt szeretném hangsúlyozni, hogy mint ahogy a másik programok esetében is, itt is kifejezetten fontos szerepe van a vakumtermékeknek, termékeknek, hiszen szinte minden felhasználó ennek a programnak digitális rajztáblán dolgozik, hiszen a teljes munkafolyamat erre van alapozva, a nyomás érzékenységre és az összes többi vakon funkcionalitásra épül a programnak a szerves része.